Sziasztok! Már elég sok élőadásomban elmondtam, hogy miért is hívnak engem híres embernek, viszont a mai napig mindig van, aki megkérdezi, és rájöttem, hogy én szúrtam el, mert soha nem csináltam bemutatkozó videót. De tényleg már másfél éve videózok, és még egyetlen egyszer sem volt, úgyhogy ezt most pótolom. Vár, engem is vár! Híres ember. Első ezen a néven. Igazából azért nem csináltam eddig bemutatkozó videót, mert annyira komplex, bonyolult és összetett az életem, hogy nem tudtam, hogy hol kezdjem, hol fejezzem be, és egy komplet egész estés filmet össze lehetne belőle hozni, azt meg nem biztos, hogy bárki is végignézné. Úgyhogy most kimondottan erre a témára fogok koncentrálni, hogy miért is vagyok híres ember. Akkor kezdeném ott, hogy ebben az épületben születtem, ami az érdekessége az ennek az épületnek, hogy először szülőotthon volt, később pszichiátria, most pedig egyetemistáknak kollégium. Ide jártam általános iskolába, itt kezdtem el regényeket, novellákat, verseket írni, és itt fertőzött meg a zene is, megvettem életem első basszusgitárját, és eldöntöttem, hogy basszusgitáros énekes leszek. Azt is itt döntöttem el, hogy meg fogom csinálni egyszer a Beastie Boys Szebötét című számának a coverét, amit aztán megcsináltam, és végül soha nem töltöttem fel a csatornámra. Ide jártam középiskolába, az egyik osztálytársam itt nevezett el Neilnek, és innentől vagyok Szabó Neil. Igazából itt kezdtem el komolyabban zenélni, és itt volt az első koncertem basszusgitáros énekesként, meg az első filmemet is itt csináltam, ami végül soha nem készült el. Aztán elkerültem Egerbe a főiskolára, ahol elkezdtem komolyabban foglalkozni a zenéléssel is, meg a filmezéssel is, de még semmilyen sikert nem értem el vele, és akkor most ugorjunk néhány évet. Főiskola után, mikor már megvolt a nagyobbik fiam Máté, akkor készítettem el az első rövid filmemet, Köcsök címűt. És innentől kezdve egyértelmű volt, hogy én filmes leszek, csináltam a rövid filmeket, elkezdtem videoklippeket csinálni, elkezdtem zenekarokkal koncertezni, és úgy nézett ki, hogy befutok, aztán ez soha nem történt meg. Most visszakanyarodnék egy picit a gyerekkoromra, amikor is úgy döntöttem, hogy én nem azt szeretném, hogy híres embereket ismerjek, hanem hogy a híres emberek ismerjenek engem. Nem tudom, még én 10 éves voltam, mikor eldöntöttem, hogy nem az a menő, aki ismeri ezt meg azt, hanem az a menő, akit ez meg az ismer, értitek? És akkor úgy döntöttem, hogy ne az én telefonkönyvemben legyenek benne híres emberek telefonszámai, hanem az én telefonszámom legyen meg az ő telefonkönyvükben. És ez össze is jött. Valahogy úgy alakult az életem, hogy mindig, ahogy zenéltem, vagy filmeztem, vagy videoklippeztem, mindig találkoztam híres emberekkel, és így összehaverkodtunk, együtt dolgoztunk mi egymás, és soha nem szándékosan, de valahogy egyre több embert ismertem meg. De itt még nem voltam híres ember. Most ugorjunk megint pár évet, elkészítettem végre életem első igazi nagy játékfilmét, ami a moziban is ment, az Életmentést. A Csak Műhely bemutatja Szabó Neil filmjét. Életmentés. Biztos valami gagyi magyar művész. Aztán elmentem egy híres emberrel sörözni az egyik mozivetítés után, és akkor odajöttek hozzánk emberek, és elkezdték őt konkrétan zaklatni. Erre ő azt mondta, már kicsit illuminált állapotban, hogy figyeljetek, ne velem foglalkozzatok, itt van a Neil, ő is híres ember, inkább őtől kérjetek autogramot, meg vele akarjatok fotózkodni. Azt se tudták, hogy én ki vagyok. És elkezdték kérdezgetni, hogy tényleg híres ember vagy? És akkor így dumálgattunk, de még ez sem az a pont volt, amikor én híres ember lettem. Az igazi áttörés egy rockmaratonon történt. Egy tévénél meg egy újságnál dolgoztam, és volt VIP karszalagom, úgyhogy mentem be hátul a backstage-be, és odajött hozzám egy lány, hogy adjak neki cigit. És én nem tudom miért, de így hirtelen felindulásból, kicsit ilyen trollkodásból ránéztem, és ennyit mondtam, híres embertől autogramot szoktunk kérni, nem cigit. Aztán megsajnáltam, kezébe adtam a kezembe lévő cigit, ő meg átölelt. És azt hitte, hogy tényleg valami híres ember vagyok. És onnantól kezdve így elszabadult ez a dolog, elkezdett önálló életet élni. Tehát amikor leültem egy társaságba, akkor már kérdezgették, te ő valami híres ember? Meg amikor ezt a sztorit mesélte bárki, akkor már én már híres ember voltam a történetben. És
A leges, legnagyobb áttörés azt hiszem akkor történt, mikor ott kicsit ittas állapotban találkoztam egy újságíróval, és mondtam neki, hogy hát végül is nem vagyok pinairigy, a filmemet feltettem ingyen a YouTube-ra, bárki megnézheti. És megjelent az újságcikk, onnantól kezdve híres ember lettem hivatalosan is. És akkor onnantól azt figyeltem, hogy amikor megjelent rólam bármilyen cikk, mindig az volt, hogy Szabó híres ember Neil. És így rám ragadt ez a híres ember dolog, és elkezdett így egyre nagyobbá nőni. Aztán mindegy úgy alakult, hogy eldöntöttem, hogy végül vlogot fogok csinálni, már 10 éve mindenki mondogatja, hogy kezdjük el vlogolni, mondom, itt az ideje. 2018. februárjában megcsináltam a csatornámat, és valahogy adta magát, hogy híres ember néven csináljam, mert már az lett a becenevem. Úgyhogy igazából ennyi a történet, tehát én vagyok az első híres ember, aki arról híres, hogy ő a híres ember, és ez tényleg így van. És az a durva, hogy úgy fogalmaznám meg, hogy én nem az a híres ember vagyok, akit fölismernek az utcán, hanem én az a híres ember vagyok, akit a híres emberek ismernek föl. Szóval értitek a különbséget, hogy gyerekkoromban is pont azt mondtam, hogy én azért szeretnék filmrendező lenni, mert ugyanabban a buliba járnék mondjuk, mint a színészek, azzal a különbséggel, hogy rólam nem írna a Blik, tőlem nem kérne mindenki autogramot, de pontosan ott lennék, és pontosan ugyanazokat az embereket ismerném. Úgyhogy az a durva, az álmom teljesült, persze nem úgy, ahogy szerettem volna, viszont ne felejtsük el, hogy mindig minden álmod teljesülhet ezzel érte, csak soha nem úgy, ahogy gondolod. Tehát mindig van apró betűs rész. És híres emberré váltam, és egyedi híres emberré. Nem is én lettem volna, hogyha másmilyen híres ember lennék. Iratkozz fel a csatornámra, oszd meg a videót, és lájkold! És ebből a futból itt áll. És ebből a futból itt ki tudja, mit ábrázol. Kommentbe írjátok, hogy mit ábrázol ez a futból.